A 21. század rohamosan fejlődő világában gyakran szembesülünk a generációk közti nyelvi nehézségekkel. Az alfa generáció már sűrűn használ az angol nyelvből átvett szlengeket, mint például a Riz vagy a Flex, míg az idősebbek olyan régies szavakat használnak, melyeket a 2000 környékén született emberek már nem is ismernek. Ezek ellen a nyelvi akadályok ellen szeretne tenni a Velocist, és hirdetett beszélgető estet, hogyan ne értsük félre egymás címmel. Szeretnénk segíteni, hogy ugye a különböző korcsoportú emberek minél jobban megértsék egymást, mert nagyon sok konfliktus és probléma adódik ebből, hogy gyakran nem értjük egymás kifejezéseit. Úgyhogy sokszor előfordul, amikor az én gyerekeim is mondják, hogy adott kifejezés nem is létezik. Az esten Egei Tíme a pszichológus és Sélei Györgyi mediátor beszélgettek. Egei Tíme úgy látja, hogy ez egy igen aktuális probléma, ami elől nem elmenekülni kell, hanem szembenézni. Azt gondolom, hogy foglalkozni kell vele mindenképpen. És nem hagyni elfajulni a dolgokat, tehát hogy mi is, az X generáció, most magam nevében beszélek, meg az én generációm nevében, illetve az újabbak, a felnövekvő generációk is, nekik is tenni kell, de alapvetően nekem van egy olyan markáns véleményem erről a dologról, hogy nekünk kell fölzárkózni a változó világhoz, és nem a világtól elvárni azt, hogy megálljon, és hogy ők valahol visszatekintsenek. Egy hónap múlva az úgynevezett sandwich generáció lesz a téma, ami az 50 év körüli korosztály problémáit, kihívásait dolgozza föl.